Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt a csatornán. Én Zsolt vagyok, és a mostani videóban most már visszatérünk a jól megszokott kerékvágásba. Meg fogom nektek mutatni, hogy milyen részvényekkel bővítettem a héten a portfólióm. Lesznek újdonságok is, ugyanis ránéztem pár cégre FastGraphs-on, mert kíváncsi voltam, hogy hogy néznek ezek most ki, pláne azokra, amik elég sokat estek az utóbbi időben. Úgyhogy előfizettem, és gondoltam, hogy ezekből a számomra érdekesebbeket veletek is megosztom, szóval ez is benne lesz a mostani videóban, illetve azt meg fogom akkor osztani, hogy én milyen részvényekkel bővítettem a héten. Ugye volt egy kis lemaradásom, most egy picit többet vásároltam, mint mikor minden héten megosztom ezt. Ugye, ha új lennél a csatornán, akkor szeretném elmondani, hogy ez egy olyan csatorna, ahol én igyekszem hétről hétre megosztani azt, hogy milyen részvényeket vásárolok. Ez egy teljesen publikus portfólió, ugyanakkor semmilyen pénzügyi tanácsadás nem zajlik a csatornán. Ez pusztán az én portfólióm, az én pénzem, az én felelősségem, semmiképp ne hoz döntéseket, csupán ennek alapján. Szóval a lényeg, hogy én itt mindig megosztom a vásárlásaimat, és az a végső cél, hogy egyszer ennek az osztalék portfóliónak, ami jelenleg tulajdonképpen nem is annyira osztalék portfólió, az a vég célja, hogy engem az osztalékok el tudjanak majd tartani. Ettől egyelőre nagyon messze állok, de remélem egyszer majd összejön. Szóval, hogyha érdekel ennek a publikus portfóliónak az alakulás, akkor mindenképp érdemes feliratkozni a csatornára. Na és akkor, hogy térjek ki egy picit a videó címére és a borítóképre, ugye, hogy osztalék befektetés bárhol, bármikor. Hát volt egy olyan esemény, ami számomra egy fantasztikus élmény volt, és mindig is játszottam a gondolattal, hogy ezt vajon milyen lehet átélni. Ugye említettem a csatornán, akik követitek, még múlt héten, hogy nyaralni voltunk a családdal, és megtörtént, hogy ugye lent voltunk a tengerparton, én épp néztem a gyerekeimet, ahogy játszanak a homokban, és közben ittam a finom koktélomat, mikor csak pityegett egyet a telefonom, ránéztem, és láttam, hogy osztalékom érkezett egy vállalattól. Ez kétszer is előfordult, amíg nyaraltunk, és ez tényleg egy fantasztikus érzés, srácok, szóval képzeljétek el, hogy ott vagy, ahol szeretnél lenni, ugye azzal vagy, akit szeretsz, azt csinálsz, amit szeretnél, nem végzel semmiféle aktív munkát, és közben csak tényleg abban a pillanatban passzívan érkezik pénz a számládra. Mindig is át szerettem volna ezt élni, persze ezek még mindig nagyon pici osztalékok, szóval mondjuk véletlenül se fedezi a nyaralást, vagy ilyesmi, de akkor is fantasztikus maga az érzés, hogy abban a pillanatban nem fektetsz be semmilyen aktív munkát, nem is törődsz az egésszel, azt csinálsz, amit akarsz, és csak érkezik az osztalék a számládra, és ugye minél több osztalék vállalatod van, annál többször átélheted ezt, úgyhogy hát ez egy olyan része az osztalék befektetésnek, ami szerintem nagyon menő, és én ezt már tényleg mióta elkezdtem, ezt át szerettem volna tulajdonképpen élni, csak azóta nem voltunk nyaralni, mert folyamatosan nagyjából minden pénzünket a tőzsdére fektettük be, úgyhogy ezt most sikerült átélni, és hát fantasztikus volt, remélem a jövőben ez majd többször sikerül. Na, de akkor vágjunk bele a mostani videóba, és kezdjük akkor a FastGraphs-os részével. Az első vállalat, amit meg szeretnénk nektek mutatni, illetve szeretném, hogy nézzünk meg együtt, az nem más, mint a Walgreens. Ugye a Walgreens jelentett még a múlt héten, és hát ugye elmaradtak EPS-ben is, és hát most elég rosszak azért a cégnek a kilátásai, ugye vannak adósságok, meg van egy csomó probléma a cég körül, úgyhogy én kíváncsi voltam, hogy ez FastGraphs-ban hogy néz ki. Na gyertek, nézzük meg együtt. Szóval így néz most ki, 10 éves távot látunk, és azért látjuk, hogy még minden után, ami történt is, alulértékelt ez a vállalat a FastGraphs szerint. Szóval itt, hogyha mondjuk jönne egy-két jó hír, és a normál PE értékrehez visszamenne az árfolyam, akkor itt azért elég nagy árfolyam nyereség is lehetne. A másik, ami nekem nagyon szimpatikus, az az, hogyha megnézzük a dividend payoutot, ugye bekereteztem itt nektek pirossal fent, az csak 38%. Szóval ez szerintem elég jónak számít, aki osztalék miatt fektet be a Walgreensba, mint én is, az elég nyugodtan ülhet szerintem, az osztalék én azt gondolom, hogy nincs veszélyben, annak ellenére, hogy a vállalat most nem a legszebb éveit éli, az osztalék, mondom, szerintem még fizetve lesz évekig, vagy akár nagyon sok évig is. Persze függ attól, hogy alakul a cég jövője, de egyelőre én azt gondolom,
hogy az osztalék az nincs veszélyben. Ugye látható, hogy ezen az árszinten, 29 dolláros árszinten, már 6,5%-nál is nagyobb az induló osztalékhozam, és ugye mindig azt mondjuk mi osztalékbefektetők, hogy arra várunk, hogy jó vállalatok, mikor elérhetőek jó áron, hogy minél nagyobb induló osztalékhozammal kerüljön be a vásárlásunk. És nem állítom, hogy most a Walgreens az nem tudom milyen hiper-szuper jó vállalat, és most azonnal kell vásárolni ezen az árszinten, de szerintem érdemes rajta elgondolkodni. Szóval a tény, hogyha mondjuk a negyedéves jelentés is jól sikerült volna, akkor valószínűleg, hogy az árfolyam nem lefelé indul meg, hanem felfelé. Ugye most itt van ez a lehetőség, mondom, az osztalék az elég stabilnak tűnik, de tudjátok, ez nem pénzügyi tanácsadás, simán előfordulhat, hogy egy év múlva osztalékot vágnak, de én nem erre számítok. Szóval szerintem osztalékbefektetőknek a Walgreens most érdekes lehet, ugye? Ezt mindenki döntse el maga, én elárulom már itt a videó elején, hogy én rábővítettem a Walgreens pozimra, ez volt az egyik, amit vásároltam a héten. Na de menjünk, akkor nézzük meg a következő céget, ami szintén érdekes számomra, ugye az nem más, mint a 3M. És itt is azt látjuk, hogy ha visszamenne a normál PE értékhez, akkor itt is elég nagy áremelkedésre lehetne számítani. Ugye látjuk, hogy itt a dividend payout az egy picit már magasabb, hát nem picit, itt már közel 60%, ugye a Walgreensnél azért rosszabb, de ez is szerintem abszolút fenntartható, pláne a 3M-nél, akik tudjuk, hogy borzasztó sokan az osztalék miatt tartanak. Úgyhogy szerintem az osztalék itt is stabil, ugye látható, hogy ezen a 101 dolláros áron már közel 6% az induló osztalékhozam, ugye 100 dollár alatt 6% felett szokott lenni. Szóval ez is egy olyan vállalat, hogyha azt gondolom, hogyha például a 3M-nél jön egy jó hír, vagy ezzel a perrel ez jó irányba fordul, akkor a 3M is nagyon hamar, akár nagyon hamar, tényleg heteken, hónapokon keresztül mondjuk visszamehet erre a 150-160 dolláros árszintre. Mondom, ehhez kell egy jó hír a perrel kapcsolatban, és akkor van esély erre, mert ugye látjuk, hogy a normál PE érték az nagyjából ott van 170 dollár körül. Szóval, és azért, hogyha a vállalat dolgai rendben vannak, ez egy olyan cég, amit azért szeretnek a befektetők. Na és a harmadik, amit szeretnék nektek megmutatni, Fast Graphson, az pedig nem más, mint a Meta. Mert ugye tudjuk, hogy a Meta mekkorát ment idén, 90 dollárról most, július 5-e, szerda délután, nem sokkal piacnyitás után vagyunk, mikor veszem én ezt a videót, és a Meta 297 dollár, szóval majdnem 300 dollár 90-ről, hát brutál, és ez mind idei adat. Szóval ezt is meg szeretném nézni Fast Graphson, hogy a Metával mi a helyzet, és itt is ugyanúgy, hogyha 10 éves időtávot nézünk, akkor azt látjuk, hogy a Meta jelenleg már a normál PE érték felett mozog. Ez nem azt jelenti, hogy innen nem mehet feljebb, de azért itt már óvatosabban kell kezelni szerintem a dolgokat. Ugye látható ezen a grafikonon, hogy mikor normál PE érték felé ment, utána azért mindig visszaesett. Szóval nagyon húzamos ideig nem maradt normál PE érték felett, és hogyha itt is marad, akkor már csak egy nagyon pici növekedés lenne a Metában, úgy 315 dollár körülre lenne év végére. Persze ez egyáltalán nem biztos, elmondom még egyszer, hogy bármi történhet a piacon, simán lehet 400 is, meg simán lehet 100 is. Ez csak egy ilyen, hát, előrejelzés, de nem garancia. Ez csak megmutatja, hogyha a piac úgy gondolkozna, ahogy nem mindig gondolkozik, akkor mi történne a Metával. Minden esetre szerintem ez a grafikon azért már elgondolkodtató. Szóval tényleg ott, hogyha megnézzük, ahol lent volt 90 dolláron, ott látszott, hogy ez a cég nagyon-nagyon alul értékelt. Most viszont már nem feltétlenül ez látszik, és most már azért az is lehet, hogy valamikor vissza fog fordulni. Meglátjuk, mi lesz a Metával. Hát ezt a három céget akartam most nektek, srácok, megmutatni. Esetleg, hogyha van olyan vállalat, ami titeket így érdekel, vagy szeretnétek, hogy beszéljünk róla, még akkor is, ha akár nincs az én portfóliómban, hogyha esetleg többen kéritek, akkor ránézünk, esetleg lehet még magam számára is találok érdekes célpontokat, úgyhogy nyugodtan írjátok meg hozzászólásban, hogyha szeretnétek, hogy valamit így együtt megnézegessünk. Na és akkor nézzünk rá a portfóliómra. Így néz most ki, ugye látható, hogy kettő darab vásárlásom volt a héten. A
két fehér pozíció, ugye az egyik a Walgreens, itt vásároltam 2 darab részvényt, és nagyjából 50 centet javítottam is a bekerülési áron. Ugye hiába van sok részvényem, annyival olcsóbb, mint az én bekerülési áram, hogy kicsi vásárlással is azért elég szignifikatívan lehet javítani, és pont ez a helyzet a Legetenpletnél, ahol szintén 2 darab részvényt vásároltam, és szintén nagyjából egy 50 centtel javítottam, ugye bementem 36 dollár alá, mondjuk a Legetenpletben bement 30 dollár alá is ugye a héten. Szóval ezt a 2 céget vásároltam, hát a Legetenpletre is rá fogunk majd nézni szerintem a következő videóban, hogy a FastGraph szerint hogy mutat. Az osztalék szerintem itt sincs veszélyben, hát mind a 2 természetesen az osztalék miatt vásároltam. Gyertek, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy mi a helyzet a portfólióval. Szóval a 3M, ezt tudjuk, 100 dollár körül mozog, erről beszéltünk. Az AMD, mikor veszem ezt a videót, 117 dollár, és ugye az AMD-t is pont ugyanaz nagyjából, mint a Meta, ha bár a Meta az nagyobbat ment, de az AMD is január elején 60 dollár volt, szóval majdnem megvan a 100%. Egyelőre nem tervezem eladni. Asana, ugye ez nekem kicsi pozi, de nekem itt van meg majdnem a 100%, mert itt elég jó a bekerülési áram. A Johnson & Johnson, ugye itt 4 darab részvényem van, 164 dollár körül mozog most, mikor veszem ezt a videót. És nagyon sajnálom, hogy ott mozog, mert szerettem volna még vásárolni, tényleg szerettem volna, hogy legalább egy ilyen... Ugye látható volt abban a videóban, amit 2 hete töltöttem fel, ahol megmutattam nektek, hogy a portfólióm hogy van felosztva, hogy melyik vállalat hány százalékát teszi ki a portfóliómnak. Ugye ott látható volt, hogy például a Johnson & Johnson az 3% sincs a teljes portfóliómban, és én szerettem volna, hogyha ez legalább egy 5%-os szelet, mert tényleg ez az egyik legstabilabb osztalék fizető vállalat, mondhat akárki akármit akar, ez a vállalat még 50 évig is fog szerintem osztalékot fizetni, de sem pénzügyi tanácsadás, úgyhogy én nagyon szerettem volna bővíteni, de 150 dollár körül, nem 160 felett, úgyhogy ezt most kicsit elengedtem, de hát ha lesz majd valami jó kis botrány a cég körül, és ennek hatására beesik az árfolyam, ezt majd meglátjuk. Nézzük akkor tovább, JP Morgan 144 dollár. Hát a JP Morgant annak idején nagyon jól sikerült elkapni, szóval ha megnézem, akkor pont ott, ahol beszakadt, ott vettem, és azóta meg csak tartom, és zsebelem be az osztalékaimat. Ugye ez is ilyen kicsi pozíciónak számít. Az a baj, mikor van egy ilyen nagy összpiaci pánik, és csomó mindent vásárolhatsz, akkor azt sem tudod, hogy tényleg mihez nyúj, és akkor veszel több ilyen kicsi pozit, hogy hát ha valamelyik sokáig azon az áron marad, csak ezzel az a probléma, hogy ha azon az áron marad, akkor meg nem tudsz rá bővíteni, és akkor az ilyen kis pozik miatt azért csak kell nézni néha a céget, hogy mi történik vele. Úgyhogy hát jó is ez, meg nem is, de azért a diversifikáció szempontjából mindenféleképp jó, hogy nem 2-3 vállalatba tartom a teljes vagyonomat, ugye? Meta, ezt is megnéztük FastGraphson, hát lehet, hogy mire kikerül a videó péntek reggelre már 300 dollár felett lesz, az is lehet, hogy 280 lesz, vagy az alatt, ki tudja, nem vagyok jós, mondom, nem tudom, mi történik a piacon, de most konkrétan 297 dollár, és nagyon durva ahhoz képest, hogy januárban 90 volt. Hát ez egészen elképesztő, srácok. Nike, ugye, Nike-nál 3 darab részvényen van, és a Nike 107 dollár, nem volt itt egy nagyobb esés, kb. 3 hónapja, amikor volt az a rossz jelentés, de azóta inkább felfelé is ment, volt a múlt héten 110 körül is, most megint 107, 100 alatt nem veszek, bármi történjen, remélem, hogy oda is egyszer be fog esni, nem tudom. Realty Income ugye 60 dollár körül, ezt vásárolgattam nagyjából pár hete, egy hónapon át folyamatosan, 24 darab részvény, ennek nagyon örülök, mert ugye tőlük most már havi szinten kapok ugye osztalékot, szóval ez nagyon jó. Starbucks, hát a Starbucks, a JP Morgan, Johnson & Johnson, ezek tényleg azok a cégek, amiket most csak így nézek és zsebelgetem az osztalékaimat, mivel sokkal jobb a bekerülési áram, mint amilyen áron meg lehet most venni, 98 dollár a Starbucks is, 100 alatt. Lehet még most sem rossz vétel annak, aki most kezdi, de én nem szeretnék rontani a bekerülési áramon. A következő a Tiro, és mindjárt eljutunk srácok a tetovált séfhez.
A Tiro $112, ez még érdekes számomra, és szerintem ezt fogjuk megnézni amúgy majd a következő videóban kicsit jobban a Legetenteletet és a Tirót, esetleg a Verizont. Ezekre kíváncsi vagyok még, hogy hogy néznek ki Fastgraphson. A Tiro nagyjából 3 hónapja ugyanott mozog, 4,5%-os induló hozammal elérhető még most is, úgyhogy ez is érdekes számomra. A tetovált séf ugye a tegnap, ami tegnap előtt volt, mert a tegnap ugye június 4-én nem volt nyitva a tőzsde, szóval az előtti napon a tetovált séf valami 40%-ot esett, most már $0.3. Ugye nekem közel $9 a bekerülési árom, ez azt jelenti, hogy nagyjából 97%-os mínuszban vagyok benne, szóval magasan ez a legnagyobb bukásom, itt tulajdonképpen a teljes befektetett tőkémet elvesztettem, ki lehet mondani. Hát nagyon rossz tanulópénz volt, de tanulópénz volt, remélem több ilyen hibát nem követek el. Menjünk akkor tovább, Tesla megint jó híreket adott, és ennek köszönhetően a Tesla is megindult, most már $280, srácok. Még mindig megvan mind az 5 darab részvényem. Hát most már kivárok. Tudom, hogy sokan mondtátok, hogy el kéne adni, meg hogy azt mondtam, hogy 200-on eladom, de még tartom. $280 most, mikor veszem ezt a videót. A héten is jó hírekkel érkeztek, több eladott autó, úgyhogy én még tartom a Teslát. Hát a Verizon sajnos nem megy olyan ütemben, mint a Tesla, $37.48, habár hogyha az utóbbi egy hetet nézzük, akkor azért a Verizon is szépen emelkedett, ugye $35-ról most 37, de még mindig 7% feletti az induló osztalékhozam. Emlékszem, hogy amikor elkezdtem én Verizont vásárolni a legelső részvényemnél, akkor még ilyen 50-valamennyi dollár volt, és az induló osztalékhozam volt, hogy nem érte el a 4%-ot, ilyen 3,85-3,90 volt talán. Most ahhoz képest ugye a duplája, mert az árfolyam majdnem a felére esett. Hát ezért nagyon fontos az, hogy jókor vásároljunk. Ugye alapból ugyanannyi pénzért sokkal több részvényt vásárolhattam volna, nagyobb induló osztalékhozammal, úgyhogy hát nem gondoltam, hogy ez lesz belőle, mert ha gondoltam volna, akkor nem ezt lépem meg, ugye. Walgreens, menjünk akkor tovább. Ugye szintén megnéztük Fastgraphsban. Mondom, én a Walgreensben én azt szeretem, hogy azt látom, hogy az osztalékom az nincs veszélyben, legalábbis én ezt gondolom. Aztán lehet, hogy veszélyben van, ezt majd az idő eldönti, de egyelőre én a Walgreens-t azt vettem és bővítettem. És itt van még nekünk utolsó pozíciónak a Whirlpool, ami $147 most, és nekem 134 a bekerülési áram. A Whirlpoolra érdemes lenne még ránézni Fastgraphson, úgyhogy hát meg is van a 3 vállalat a következő videóra, szóval Legetenteletet, Tiro, Whirlpool, hogyha érdekelnek ezek a vállalatok, hogy hogyan néznek ki a Fastgraphsban, akkor a következő videóban is várlak sok szeretettel. A mostani az kb. Ennyi volt, srácok, én köszönöm szépen nektek, hogy megnéztétek, kérlek, amennyiben tetszett, nyomjatok egy lájkot, ha még nem lennétek feliratkozva, akkor tegyétek meg. Nagyon szépen köszönöm a csatorna tagoknak, akik havi 1000 forinttal támogatjátok a csatorna működését, amennyiben szeretnél te is támogatni, akkor linket találsz a videó leírásában, illetve ne felejtjétek, hogy továbbra is érvényes a Zsolt promókód a Trading2E2-re, aki szeretne egy ingyen részvényt, használjátok a Zsolt promókódot, és jogosultak vagytok 1 darab ingyen részvényre, aminek az értéke nem több, mint 100 euró. Erről bővebben a videó leírásában is találtok információt, hogy az a gyors info van még, srácok, a Trading2E2-vel, aki még nézi a videót, hogy augusztus 4-től bevezetik a több valutás rendszert, ez azt jelenti elvileg, hogy több valutában is tarthatsz majd náluk pénzt. Lehet dollár, lehet euró, forint, és vagy 15-20 féle valuta lesz. És ugye ezek közül mindegyikre fogsz kapni valamennyi kamatot is, amit szabadon tartasz. Ugye ezt a Lightyear már meglépte, és most a Trading2E2 is ezt fogja csinálni augusztus 4-től. Ugye ez nagyon sok problémát megold, mert nagyon sokan írtatok tényleg, hogyha ki kellene választanom egy témát, amivel kapcsolatban legtöbb e-mailt kaptam, az az, hogy
euróban regisztráltatok, és hogy lehet áttenni dollárra, vagy forintból, hogy lehet áttenni dollárra. És akkor most ez a probléma meg fog oldódni, mert mindenki tarthat több számlában is pénzt a Trading 212-n. Úgyhogy hát én ennek nagyon örülök, én is valószínűleg fogok több számlát tartani. Ugye aki Európában kereskedik, vagy Európában vásárol, az tarthat eurós számlát is, aki inkább Amerikát tarthat dolláros számlát, úgyhogy ez szerintem egy nagyon előnyös dolog lesz mindenki számára. Na ennyi volt, srácok, a videó, találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra, sziasztok!